hogy lemosson a te bűnödet. Jézus Krisztus azért halt, hogy neked örök életed legyen. Dicsőség legyen az Úrnak. És az a Jézus Krisztus, ami meghalt, aki meg volt feszítve, aki mi emberek feszítettünk, ma ezen a területen itt van köztünk. Közel akar menni hozzá. Átölelni akar téged. Tudjátok, ez milyen csodálatos dolog. Mikor maga Jézus Krisztus tud menni közel hozzád, engedd-e. Ezen a területen engedd be a Jézus Krisztus. A te szívedbe, a te életedbe, a te családodba. Hiszen Jézus Krisztus nekünk semmi vagyunk. Csak egy pár szem a tengerben. Sihatottam. Halleluja. Imádkozzunk, és úgy szeretnénk, hogy úgy imádkozzunk, hogy mindenki nyújtsa fel kezet felé. Legyünk egy akaratba. Legyünk egy akaratba egy szíve. Hogy hívjunk el Jézus Krisztus. Hogy ő áldja meg ez az alkalom. És küldjünk ránk a drága Szent Szellemet. Hiszen ma pünkös nap van. És vágyakozunk az ő lelkére. Vágyakozunk, hogy ő töltse be minket. Hiszen szükségünk van. Hiszen az a pecset, az a belépő nekünk a mennyi országába. Áldott legyen, Uram, te neved. Imádkozni fogunk, és azzal is imádkozunk, hogy aki ma betegen van ezen az helyen, hogy az Úr gyógyítson meg. Hiszen ahol ő jelen van, szabadulás és gyógyulás van. Halleluja! Imádkozzunk, szeretnénk, hogy mindenki imádkozzunk. A alkalom-e, a szolgálat-e, a testvérek, a betegekre, ezen a falu és minden gyülekezetre imádkozzunk. Hogy Jézus Krisztus legyen az, aki vezet minket. Ezen a keskeny úton, amin elindultunk. Halleluja! Köszönöm neked, Jézus! Drága menj, édesatyám! Az Úr Jézus Krisztus nevébe elébe dőlünk, Uram. Uram, kihez mehetnénk, hogy nem hozzád, Uram. Uram, Te vagy a mi Istenünk, és most hozzád kiáltsunk, Uram. Kérlek, Uram, jöjj ide köztünk, Uram, ezen a délutánon. És áll meg a testvéreim, Uram, egyen-egyenként. Aki messziről és távolról jöttek, Uram. Hogy együtt bemegyünk, Uram, a Te dicsőségedbe, Uram, a Te jelenlétedbe, Uram. Kérlek, Uram, ezen a délutánon, ha valakit betegen találsz, gyógyíts meg, Uram. Gyógyíts meg, Uram, a Jézus Krisztus nevében. Hogy lássanak, Uram, hogy Te nem változtál meg. Te ugyanaz vagy, Uram, mint 2000 évvel ezelőtt. Uram, köszönöm, Uram, hogy Te kiválasztottál minket a világba, Uram. Köszönöm, hogy nem hagytál minket a mélyébe, Uram, hanem felemelted minket, Uram, és gyerekként fogadtál, Uram. Kérlek, Uram, áll meg ez a falut is, Uram. És ugye, Uram, még nagyobb ébredés. Adj, Uram, hogy minden szív keresen téged, Uram. És köszönöm, Uram, a te véred. Köszönöm, Uram, hogy te szeretett az végtelen. Áldott legyen, Uram, a te nevedet. Uram, kérlek, áll meg a dicsőítés. Áll meg, Uram, a Laci testvéreim, Uram. Hogy tudjam téged dicsőíteni jobban és jobban és jobban. Hiszen ő szeretnek téged. Uram, áll meg a bizonságokat. Áll meg, Uram, az ige hirdetés. És te tőled valad, Uram, szolgálat legyen. És kenj fel minden egyen-egyen testvérem, Uram. A te drága kenetette, Uram. A te drága olajad, Uram. Hiszen akarunk hallani, Uram, a te hangodat. Akarunk, Uram, hogy szólj hozzánk, Uram. És kérlek, Uram, készíts meg a mi útunk. Hiszen a mi országban nem itt van a földön, hanem ott, Uram, ahol te elmentél, hogy elkészítsed nekünk, Uram, egy hely az Atya hátában. Uram, köszönöm minden, amit teszel velünk. Köszönöm, hogy most is te itt jelen vagy, és áll meg, Uram, a testvérem egyen-egyenként, a Jézus Krisztus nevében. Amen. Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen, tudtok rá mondani? Amikor az én drága testvérem elkezdett,
És hiszem, hogy az Úrtól van. Én ma reggel, mikor jöttem, nem tudtam, hogy majd miről szeretnék, mit ad nekem az Úr. A Szent Szellem a szívemre helyezve, amiről itt szól. Én ezt szeretném nektek bemutatni, nem csak beszélni róla. De egy pár igével alátámasztani, hogy miről is van itt szó. Mert én nagyon jól tudom, mikor lelket, időként lelket mondanak a régi pásztorok. Én tudom, hogy ők a Szent Szellemről beszélnek, csak ez annyira bele rögzült az elménkbe és a nyelvünkbe, hogy sokszor Szent Lélek mondunk. Itt Szent Szellem van. Hálát adok az Úrnak, én Szent Szellemes Bibliából beszélek nektek, és ez már van. És tudom, hogy ő is arról beszél, mert itt a Szent Szellem gyógyít, Szent Szellem vedet, te vendet. A Szent Szellem hozza ki bűneidet, a Szent Szellem csinál mindent. És ez a Szent Szelleme be kell, hogy töltekezzünk. Ha nem töltekezünk be, nem fogunk a mennyországba jutni, mert az ige azt mondja, hogy szentek legyetek, töltekezzetek be, vegyétek fel a kereszteteket, legyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok. És a Szent Szellem nincs az életedben, nem fogsz tudni tökéletes lenni, mert a testhez fogsz ragaszkodni. És én ezt igével szeretném nektek alátámasztani, amit a testvérem elkezdte. Nagyon jó beszélt. A szívemnek nagyon jó volt hallgatni, ő ugyanezt kezdte. Én egy pár igével alátámasztom nektek. Egy János levele írja. 5. fejezet, 7-es, 8-as ige verse. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben. Az Atya, az ige, az maga Jézus volt, és a Szent Szellem, s ez a három egy. Ez mind a mennyei Atyából jött létre. Mert Jézus, mikor itt volt, azt mondta a tanítványainak. Jobban jártok, ha én fölmegyek a mennyei Atya mellé, mert ő elküldi a Szent Szellemet, aki mindig itt lesz. És a Szent Szellem most is itt van. A Szent Szellemnek a jelenléte mindig itt van. Ha ketten-hárman összejön nevében, már ott van, ezt mondja az ige, hiszem, hogy mindjárt ismeritek. Minden igényre nem fogok odalapozni, mert igyekszek én is gyors lenni. Azt mondja az ige, maga Jézus testélet, egy János evangéliuma, 1.14 leírja. Utána lehet nézni. Azért szeretek mindent a Bibliából mondani, mindenki utána nézhet, és hiszem, hogy ez minden Biblia ugyanezt írja. Szent Szellem, amit elhangzott, azt fogja neked eszedbe jutni az igét, mikor mire van szüksége. És ebből fogsz épülni. A Máté evangélium ezt írja, drága testvérek. 3. fejezet, 14-es ige verse. A Szent Szellem keresztelés, tűzzel keresztelés. Szent Szellemmel, mikor te megkeresztelkedsz, téged nem billen fogni senki sem. A vak is észreveszi, mi az ajándékod. Mert te abba bele akarsz állni, mert a Szent Szellem indít téged. Padon ülő szolgálat nincs. Aki csak ülni akar a gyülekezetbe, és csak hallelujázni, az nincs betöltekedve a Szent Szellemmel, meg vagy kötözve. Ki is kötözve? Az ötöd. Ismeritek mindjárt az igényt. Az azért jött, hogy meglopjon, megcsaljon, nyomorba döntsön, kinyírjon. Ez a mi ellenségünk. De nagyobb az, aki bennünk. Ha te betöltekeztél, ha nem a meghátrálás szellemét kaptunk, hanem a bátorság szellemét. És ezzel győzzük le az ellenséget. De ha nem vagy betöltekezve, az ördög kiröhög. Meg kell, hogy töltekezzél Szent Szellemmel, hogy a testére mit mondta. És elkezdesz nyelveken beszélni. Nikodémus level ezt írja, nem a Nikodémus. Vérek, hát meg nyelvokban. János evangéliumában a Nikodémus oda ment Úr Jézushoz, 3. fejezet, és végig beszélget vele. És oda ment a Nikodémus, és Jézus Krisztus mondta neki, bizony, bizony, mondom néked, ha még nem tületsz újjá, nem fogsz a mennybe kerülni. Amen. Mert ami test, az test, amen. Ami lélek, az lélek, ami szellem, az szellem. És mindjárt újjá kell, hogy születsünk, hogy oda menjünk föl, mert ez van a szívünkben. Mindjártoknak, én tudom, minden keresztény. Mindenkeresztény. És akkor betöltekezett testvérem, megtörik a nyelvet. Kinek, minek, milyen formában jön, én tele voltam bűnökkel, ahogy a bűnöktől szabadultam, szabadító szolgálatot csináltam, elmentem én is, és betöltekeztem Szent Szellemmel. És azóta nyelveken beszélek. Miért is kell nyelveken beszélni?
közvetlen Istennel beszélget. A testeddel nem tudsz beszélgetni Istennel, a lélekkel nem tudsz beszélgetni, de a mennyei atya sem tud veled beszélgetni. Akkor te csak lelki vagy, és a lélekhez tartozik érzelem, értelem, akarat. Szellem szellemben beszél. És Ádám és Éva is, mikor bűnökbe leledeztek, ugye megbotlottak, akkor jött be a szellemi vakság. Nem tudtak Istennel beszélni. Ezért van szükség a Szent Szellem. Ha betörtek ezzel Máté Evangélium 10. fejezete 20-as verse ezt írja. Ha betöltekeztél, atyátok szelleme szólt belőletek. Elvész egy Isten tiszteletre, és a Szent Szellem fog téged vezetni. Mire van szükség, és kinek mire van szükség. Engem már az Úr megmutatta, többen megvannak itt kötözve. Lélekben. És ha meg vagy kötözve, akkor nem vagy szabadságban. És ami bűn még leledezik, vagy nem tudsz kijönni belőle, ugye a cigaretta látványos bűn, hogy mindenki látja. De rossz gondolat, csúnya beszéd, depresszió, én kisebb vagyok, mindaz, és így tovább, elutasítottság, stb. Ez a benned van, drága testvérem, ebben meg vagy kötözve. Ez egy szellemiség. Ezért van a szabadító szolgálat. Szabadulni is csak Szent Szellem által tud téged megszabadítani, mert abban van az erő. Maga Isten beköltözött a szívedbe. Sok terő van. Tudod, ezt az igen is alátámasztam. Vegyek következő igével alá is támasztom. Először még a Szent Háromságról. 1 Tesszalonika levele, 5. fejezet, 23-as igeverse, ezt mondja testvérem. Ezt figyeljetek ide. Itt már rólunk beszél. Isten embereket szellemnek, léleknek és testnek teremtette. Szent Háromságú. Vedd el a Bibliára. Ahol lélek van, ott helyezni oda szellemet. Szellem, lélek, test. A lélek az utolsó leletét kileheli, majd mikor leteszed a testet. És az Úr belénk lehelt az ő leheletét. De a Szent Szellemet az be kell töltekedni. Figyeljetek, mi történik, mikor Szent Szelleme betöltekedés van. Figyelj. Abcsel levele 1-5 írja, mit mondott Jézus a tanítványainak? Ne menjetek sehova se, míg be nem töltekeztek Szent Szellemmel. Figyelj, mikor betöltekeztek, olvasd az igét. Megkövezték. Megrugdosták, börtönbe zárták, nem érdekelte őket. Mert tudta, hogy nagyobb az, aki benne van. És tudta, ha holnap elveszik az életemet, oda megyek föl, mert Szent Szellemmel betöltekeztek. Figyelj, az ige azt mondja, itt a földön kell nekünk még megtisztulni. Tisztátalan nem fogod a felkerülni. Ezt ige mondja, nem a profiti testvéreim a Úrban. Én azért beszélek erről, hogy kívánalom legyen a szívetekbe, hogy betöltekezzetek Szent Szellembe. Mert én bizony sóvárkodva néztem, mikor valaki nyelveken beszél. És a sok bűn, ami bennem volt, nem bírt áttörni a nyelvem, mert az ördög lefog. A dicsőség az Úr remeg a kezem, nem azért, mert izgulok, de Szent Szellembe be vagyok töltve. És ez a Szent Szellem küldi ki az ördögöt belőle. Mikor te megvallottad, ezért van a bűnmegvallás, Szent Szellem erejével kiküldöm, és kitakarodik az életedből, tetszőgem. Ha végre egy tanúbizonyságot akarok tenni, 1-2-3-at, hogy ezt hogy csinálja a Szent Szellem. Most az Úr helyett a szívemről gyarul beszélek, figyeljetek! A zsidók levelét, 4. fejezet odalakodok, 12-es ige versét, felolvasom meg. Mit éred a zsidók levele? Mert hogy milyen jó szép válasz, ez a gyógyulás. Ról is beszél, mindjárt alapodok. 4. fejezet. Egy pillanatot kérek tőletek. És 12. igeversét mondom a zsidók leveleiben. Ezt írja, figyeljetek. 12-es igevers. Mert Istennek igéje élő és ható. Mikor 2. Timóteus levele ezt mondja. Hasd oda a füledet az igének. Tudod miért mondja? Mikor te odahajtod, nem azt nézed, ki mondja, legyen igaz, Bibliával egyértelműen ne szembe menjen, akkor kinyitottad a szívedet, és bemegy az ige a szívedbe, az fel van kelve, elvégzi a munkát, és változáson lesz, mikor Szent Szelleme betöltekedett, hogy a bűnből szabadulja. Voltunk egy helyen szolgálni, az is egy roma gyülekezet volt.
Figyeljetek ide, jöttek úgy, mert rekedtem a csúf, nem győztem imádkozni, a bűneiket csorolták. Szent Szellem úgy megérintette őket. Másnap meggyógyult a rákos betegségből. Egy ima, testvére. Súlyos rákos betegség, egy ima. A Szent Szellem kiírta belőle. Figyelj, megyek ebbe az igébe tovább. Ezt tanítana, gyógyítás, ez az igény. Élesen minden két élő fegyvernél. Tudjuk Efézusi levélből mindnyáján, hogy mi a mi fegyverünk? Az igen. Jézus mikor szolgálatba állt, mit mondott az ördögnek? Igével alátámasztotta mindig. Meg van írva. Tudod ez milyen? Mikor a rendőr téged megállít és azt mondja, 70-nel menti a 150. Nincs miről beszélünk. Ördögnél sincs miről beszélünk. Isten tanított engem a Szent Szellem. Mikor imádkozok, tegyem alá az igét, és takarodik a törvő. Mert az ige a nagy dolog itt nem ér. Az ige. Hatalommal hittel. Ismeritek ezt az igét is? Hatalommal hittel. És takarodik az életedből az ördög, mert meg akar lopni mindnyájunkat. Ismerjük a János evangéliumából 10-10-ből, mikor azt mondja. Mit mond? Lopni, csalni, nyomorba dönteni, kinyírni. Ez az ördög. De ne hagyd. Ezért kell a Szent Szelleme betöltekezni. Végolvasom ezt az igét, mert nagy tanulságot. A gyógyulás is így van, figyeljetek testvérek! Ez az ige mondja még mindig. Az anya két élő fegyver, és elhat a szellemnek, léleknek, izeknek, velőknek elosztásáig. Vigyed ki, csondít a fájdalmat a térdedből, a forgócsontodból, bárhol. Ez barátom, ez a Szent Szellem, és mindnyájunknak ez kell a mi szívünkben. Ha jön az ördög, figyelj, csak ennyit mondok, takarodj! 12 évig szolgáltalak, ezt takarodsz tőlem. De tudjátok, rengeteg sok-sok bűn a mi életemben volt. Én is szabadító szolgálatokon vettem részt, és ez a szívünkre van helyezve. Nagyon erős szabadító szolgálatokat csinálunk, nagyon sokan fölépültek, házasságok helyre jöttek. És Isten az a szívünkre helyezte a csinál. Mert onnét alulról jöttem, figyeljetek, egy igét kell, hogy mondjam. Képás épia elment ördögözőzni, ismeritek az igét. Mit csinált az ördög? Jézus ismerem, Pált ismerem, kik vagytok? Ha ne üzzön mindenki ördögöt! Majd a Szent Szellem fölkerül rá, neked kijelenti, üzd az ördög. Testvérek! Szívemre ezt az Úr, még két évig okkultista voltam. Tudjátok mi az? Mindenféle szellemi bűn, amit tilt a Biblia. A varázslástól kezdve minden. Én kötöztem, mindent csináltam, ha nem jó voltam. De dicsőség az Úré, kiadott engemet. Én tudom az ellenség, hogy munkákat. Figyeljetek, tanúbizonyságot szeretnék tenni nektek. Gyógyulásról, én nem is régieket szedek elő fél évesek, hanem sokkal egy-két hetes, három-négy hetes. Jött egy fiatal ember, és agydaganata volt neki, 42 éves. És a tüdején tele volt pont. És képzeljétek, elmondta az életét, hogy elkezdek beszélgetni, és mondta mindjárt, hogy ő neki 42 évesen halt meg a anyja ebben a betegségben. Tudjátok, mi fontos? Mert valami hozzátartozók meghalt, akár rákos betegen, vagy bármi, persze a csajnálta, de normális dolog, hogy csajnálta. De azt a szellemiséget te tudjuk jelni. És az a szellemiség elvégzi rajta azt a munkat. Ez egy öröklődés, ahogy a Mózesi levél is írja. Megörököltük a szülőktől, ezt megörököltük. Azt szokták mondani, olyan, mint az apja, olyan, mint az apja. Ez is egy szellemi öröklődés. És ugye azt mondja a Jakab levele, ha meg akarsz gyógyulni, bocsássál meg, és vald meg bűnnél. Én ezt szoktam alkalmazni. Ennél fiatal emberben is alkalmaztam. És erőteljesen megkötözte a betegségnek a szellemét, és Úr Jézus hatalmas nevébe parancsoltam, hogy eltávolítom. Mert parancsolt. Te be vagy tődegedve a Szent Szellemmel, nagyobb az, aki benned van. Az ördög megtakarod. És ki lett küldve, ez a fiatal ember hozta a CD-t két nap múlva, semmilyen betegsége nincs. Semmilyen betegsége. CD-vel igazoltam. Akkor volt több ilyen eset, rákos beteg, tüdőrákos,
Felhív engem, ma ott van a szanatóriumban egy baptista testvér. Az a nagy baj van, sírt a telefonon, mondja a baj. Rákosnak. Az a vigyelj, tudsz imádkozzon, van lehetőséged, menj félre imádkozzon. Ismertem. Én is imádkoztam. És Isten megmutatta nekem annak is, annak meg a nagyapja halta meg. Ugyanebben a betegségben, azt a szellemiséget benyelte, és az a szellem elvégezte ő benne is azt a munkát. Egyébként ezt Isten megmutatja. Megkötöztük, figyelj, mikor az ige azt mondja, hogy azt mondod a hegynek, hogy ugorjon a tengerbe, az beugrik. Ha nem gondolod, hogy Isten adta nekünk, hogy játszadozunk vagyis a hegynek, hogy a hegyen játszadozunk, tengerbe ugorjon, nem. Hanem megkötözöd és kiparancsolod azt a betegséget. Úr Jézus Krisztus, mikor elment a Péternek az anyósához, ismeritek az igét, hideg lelés rázta. Mit mond az ige? Kiűzte belőle a hideg lelés szellemet, és a pillanatban szolgál. Ezek mind tisztátalan szellemek, akik ezeket okozzák, és nagyon-nagyon hatékonyan, és az Úr nagyon sok-sok embert meggyógyított ennek keresztül. Nagyon sokat. Figyeld, még törött kenet is. Ez egy baptista tesó, 19 éves, itt volt össze a kenet. Igen. És sírtak a szülők, hogy mit kéne csinálni. Orvosok el akarták törni neki ismét. Mondom, jöjjünk össze egy imádságra. Összejöttünk imádságra. Fiatalember ugyanerre kezdtem. Vald meg testvérem a bűnöket, bocsátsál meg mindenkinek. Te megbocsátál, ha benne van a mi atyánk, és ha te nem bocsátasz meg az Úr se. Ott van, vagy nem ott? Ott van. Keresd meg. Mindenhol benne. És ezeket megtette ez a fiatalember, figyelj, megkötöztem azt a szellemiséget, kiküldtem belőle, szellemvilágban az ajtókot becsukom, mert nagyon fontos Isten vezetett engem erre, mert a másik oldalon voltam, azért van erre nekem rálátásom, és Isten azért vezet engem ezekre a dolgokon. És bezártuk az ajtókat, tudod, ez olyan, mikor egy legyet kihajtasz az ajtót, kipa hagyod. Visszajön, igaz, az ige is mit mond? Hét gonoszabb jön vissza. Így az ige. De csak azért, mert nincsen betöltekedő, utána bekötöltekedni Szent Szellemmel, csurdoltik, ne tudjon visszajönni. És ezeket megcsináltuk, képzeljétek, az a fiatal ember, akinek itt volt össze a kezed, egy 19 éves, ott így. Nagyon lassan eredgett, de mondom, Isten példakat, nem végezt olyan testet. Ilyeneket csinál az Úr. Ez volt a szívemben, és hálás vagyok, és köszönöm szépen, hogy ezt én itt megtehettem a drága testvéremnek. Mikor Jézus Krisztus hív hozzá. Ma ez az ide, amikor azt mondja az Isten, hogy békülj velem, gyere én hozzám, aki e vagy fáradva, Isten akar, hogy áldjon el téged. Köszönünk az Istennek, hálát adunk a Jézusnak, hogy ma itt vagyunk. Halleluja, énekeljük együtt, utána imádkozni fogunk egy Levente testvérünknek, aki nagyon beteg van, és mindjárt imádkozni fogunk. Halleluja. Nem fogom predikálni, ne égyétek meg. Én csak annyira szeretném mondani nektek, hogy hallottunk a szeretettől. Hallottunk azért, hogy kérjünk az Istentől szent lélek. Hiszen azon a napja van. Hallottunk azt, hogy a békességről. Én ma egy ilyen dologról fogok beszélni egy-két percre, hogy lehet kérni a szent lélek. Lehet szeretetre beszélni, de én csak azt mondom, hogy mit le van írva, és nagyon a szívembe jött ez az igen, ami úgy szól. Kezedre bízom lelkemet, te változj meg engem, Uram, hűséges Istenem. Én azzal akarom mondani nektek ma, hogy ez a nap az Isten nektek készítette. Nem én, hanem a Jézus Krisztus. Azt akarom mondani nektek, hogy Jézus
szólt ma hozzátok, mindjárt. Azt akarom mondani, hogy Jézus nagyon szeret téged. Egy dolog kell, hogy tegyél. Te, aki itt vagy, a te lelkedet helyezd be a Jézus Krisztus kezébe. Dicsőség az Úrnak. Ez egy fontos dolog, testvérem. Lehet kérni, lehet mindig csak kérni, de tudni kell is adni. A te lelkedet kéri ma Jézus. A te szívedet kér. És az akarja, hogy költözöm be a te szívedbe. Dicsőség az Úrnak. Ezen kell, hogy hálát adunk az Úrnak. Mikor az Úr szól, mikor az Úr közel megy hozzád, és át akar téged ölelni. Hiszen nem csupán egy alkalom, nem csupán egy dicsőítés, meg egy ének, meg egy ige hirdetés. Ez Istenek, mind Istenek az akaratja, hogy ma itt legyünk, hogy te itt legyél. És azt mondja az Istenek az igéje, hogy ha elfáradta a világba, mint egyik az a fiú, Isten most az várja, hogy gyere vissza haza. Mit kell, hogy tegyünk? A mi lelkünket adjunk át az Istenek a kezükbe. Tudjátok miért? Mert jó helyen lesz. És akkor neked lesz valójában öröm. Valójában lesz örök élet. Hiszen hol van a mi lelkünket? A Jézus Krisztusnál. Dicsőség az Úrnak. Imádkozni fogom, mert már véget ért a gyülekezetünk. De szeretném előtte imádkozni a testvérünk, a Levente testvérünk, akik itt van Romániában, nagyon beteg, hiszen agyvérzés kapott. De hiszünk azt, hogy Isten előtt nincs lehetetlen. Hiszem azt, hogy együtt egy akaratban imádkozni fogunk. Hiszen azért jöttünk ide, hogy imádkozzunk, hogy adjunk hálát az Úrnak, hogy van kezünk, van lábunk, van egészségünk, és tudunk meg hálákat adni az Úrnak, hiszen meg van kegyelem. Dicsőség az Erő Istennek. És úgy szeretnénk, hogy tiszta szívvel imádkozzunk. Hogy legyen nekünk bizonság, hogy ma Jézus Krisztus meglátogatott minket, és meghallotta a mi imánk. Imádkozzunk az Éva testvérünkkel, és imádkozzunk a világé, a gyülekezetekkel, a vezetőké fogunk imádkozni. Dicsőség az Úrnak, és a legfontosabb, ti érted fogunk imádkozni. Te, aki itt volt, és hallottad az Istenek a szavát, adj át a te lelkedet, te szívedet a Jézus Krisztusnak ma. Mert lehet, hogy hónapi nap nem a tiéd. Lehet, hogy a hónapi nap soha nem lesz. De te legyél kész. Adj át te szívedet a Jézus Krisztusnak. És akkor győztes leszek. Hiszen Jézus Krisztus legyőzte a világot. Mi hogy tudunk lenni győztesek? Azt mondja Istennek az igje. Az a győztes, aki felöltözik a fehér ruhát. Dicsőség legyen azonnak. Akarunk, hogy győztesek legyen. Ámen. Akarunk hallani így. Ámen. Azért vagyok itt, hogy legyőzünk. Legyőzünk a sátán, a világot, ahol csak szomorúság van. Halleluja. Ma tedd le az Úr lába elé a fájdalaimat, a te fájdalmait. Tedd le, és szabadíts meg minden rossz és gonosz, ami világban van, ami a te szívedben van. És menjél haza, Jézus Krisztusra, bízd rá a Jézusra te életed. Bízd rá, hogy ő vezessen téged. Ő legyen a te hajdnak a kapitánya. Halleluja. Hiszen ő a mi mesterünk. Ő a mi királyunk. Áldott legyen azonnak a neve. Ámen. Szeretnénk, hogy felemeljünk, felálljunk, imádkozzunk a Leventéria. És utána, aki vannak testvérek itt, aki akarnak szabadulni, aki akarnak, hogy Jézus Krisztus-e legyen, aki akarja, hogy letapasson a cigi, az ital, stb., ahol a testvérem letapasta, itt vagyunk. Ha ima kereset van, gyere és ne nézed a melletet van a testvér, ne szégyelj, Isten nem jó szégyelni, inkább menjünk közel hozzám. Dicsőség legyen az Úrnak. Halleluja. Szeretnénk, hogy együtt imádkozzunk ezen a Levente testvérünkkel, jó? Hogy legyen bizonyság nekünk és a világban, hogy ő, a Jézus Krisztus meglátogatja őt. Fogjuk egymáson a kezünk, és egy akaratot imádkozzunk, testvéreim, hiszen azért gyűltünk itt, hogy imádkozzunk, hogy hálákat adunk az Úrnak. Áldott legyen az Úrnak a neve. Halleluja. Drága menedesetem, az Úr Jézus Krisztus nevébe elépejünk, Uram. Uram, te látod, Uram, a Leventet, hogy milyen bajban, milyen betegségbe szenved, menédesetem. De tudom, Uram, hogy a te kezed nem rögít. Tudom, Uram, hogy a te kezed mindenhol eljut.
nyújts meg a te kezed fele, Uram, és kérlek, Uram, ezen a napon kent fel öltöd meg édeseket, a te drága gyógyító olajat, Uram, hogy lássanak az emberek és a világon, Uram, hogy te nem változtál meg, Uram, hogy lássanak, Uram, hogy te vagy a doktor, a doktora, te vagy a mi Istenünk, aki rám bíztunk az életünk. Halleluja! Kérlek, menj, édesatyánk, hogy legyen bizonyság, hogy ez az a nap, amikor megszerette minket, és meghallgattál minket, menj, édesatyánk. Menj közel hozzá, Uram, hiszen az ő lelkét is, Uram, meg akarunk menteni. Akarunk, Uram, hogy tette egyed, Uram, az, hogy az emberek lássanak, adjál világosság, adjál bölcsesség. Halleluja! Adjál békesség a mi szívünkben. Uram, köszönöm, hogy te ezt minden megcselekszel. És köszönöm, hogy te vagy a mi mesterünk. Te vagy a mi Istenünk. Te vagy az egész univerzumnak a királynak a királya. Uram, köszönünk ezt neked, hogy te annyira szeret minket, úgy bűnösök, ahogy vagyunk. Uram, áldott legyen, Uram, a te neved. Most is mindörökre. Amen.